tisztelettel üdvözlök, és Kádár Zsuzsa előadását fogjuk meghallgatni. Hát valami mikrofonba kéne beszélni. Szerintem nem kell a mikrofon, elég hangos vagyok én a nélkül is. Péter? Inkább beszélj mikrofonba, igen, a felvétel. Jó, ami áll, az... az. Lejjebb kell egy kicsit. Ezt lejjebb állítjuk. Igen. F5-öt jobb meg, és akkor nagyobb lesz az egész. És hogy tudod tovább menni? Hát úgy, hogy lefelé... Ja, lépkedem. Igen. Na most Sáska Géza megjön, következő előadó. Kérdem én, hogy akkor tartsuk-e a 20 perces előadást, vagy esetleg... Hát én megkínélem a hallgatóságot, hogy hosszabban. Jó. Hát majd, ha lesznek kérdések és egyéb reflexiók, akkor szívesen. Hát üdvözlök, tisztelettel üdvözlök mindenkit, aki kitartott és kitart. 56 historiográfiai narratívája. Igazából le kell szögeznem két dolgot. Az egyik az, hogy egyáltalán nem vagyok 56 kutató, tehát a szónak a szoros értelmében nem vagyok. Viszont 2012 óta foglalkozom a Pártörténeti Intézet historiográfiájával és történetével, illetve fogom ezt megírni. Ez, talán nem mindenki előtt ismertes, ez a volt munkahelyem, az első munkahelyem története, 86 és 89 között, tehát még a rendszerváltás előtt dolgoztam ott komoly 3 évet, tehát ez nagyon jelentős, tehát benyomásaim azok még most is nagyon hát megvannak ebben. Tehát ez a két dolog, amit előjáróban el kell mondanom, és hogy hogyan kapcsolódik össze ez a két állítás, tehát hogy nem vagyok 56 kutató, de foglalkozom a Pártörténeti Intézet történetével, erre mindjárt hamarosan sor fog kerülni, vagy fény fog derülni. Vas Henrik, aki a Pártörténeti Intézet igazgatója volt, 1965-ben egy intézeti értekezleten a következő mondta, ezt idézném, a párt hivatalos álláspontját tükrözi a párttörténészek írásai. A párt történetének kutatása és feldolgozása talán nagyobb körültekintést, politikai felelősségtudatot, hivatástudatot követel, mint a történettudomány más művelői esetében. Itt ugye arra utal, hogy a párttörténészeknél a hivatalos és hatalmi reprezentáció helyett sokkal inkább azt a tudást tekinthetjük a párttörténetírás jellegzetességének, amivel annak művelői a hatalom természetéről tudtak, a mindenkori hatalmi centrumhoz való közelségből fakadóan. Az MSZNP pártvezetése ehhez elég ambivalens módon viszonyult, egyszerre várt el egyre magasabb színvonalú politikai munkát, és tartotta távol őket, tudásukat a párt működésének mechanizmusától. Meglátásom szerint hosszú távon ez utóbbi tendencia, tehát az eltávolodás dominált, amihez az MSZNP politikai kultúrájára nézve az lett a következménye, hogy a párttagság elidegenedett a párt múltjától. Ennek az elidegenedési tendenciának az egyik fő momentuma az 1956-os események elbeszélésének problémája körül kialakult intézményközi konfliktus volt. A Pártörténeti Intézet már a forradalom előtti évben a Központi Bizottság intézete pozíciójába emelkedett, és 56 utolsó napjaiban megbízást kaptak az 56-os események dokumentumainak gyűjtésére. 57 novemberében egy párt oktatási célú kiadvány gyűjtemény készítésére. Ez volt az úgynevezett ellenforradalmi, amit ellenforradalmi dokumentum kötet. 500-600 oldalra tervezett kötet volt, amelynek a legfontosabb elemei a forradalom napjaiban elhurcolt Nagy Imre és Kádár beszédek gyűjteménye a maguk teljességében. A korszakban kis példányszámúra tervezett, ez a kis példányszám 3000 volt, kötet kifejezetten a párt és állami funkcionáriusok, középvezetői káderek ideológiai képzésére szolgált volna. A kötet anyaga előtanulmányként jelent meg a Kossuth kiadó nyomdájában 1958. augusztusában. Csak ekkor jutott a pártvezetés tudomására a kiadvány, és azonnal ellenkezést váltott ki, és ezért, ahogy kijött a nyomdából, be is zúzták. Az intézet vezetőségét és a kötet szerkesztőjét pedig pártfegyelmi büntetéssel sújtotta a politikai bizottság.
Nos, ez esetben nem is a betiltás volt a kirívó, hanem az, hogy a Pártörténeti Intézet munkatársait pártfegyelmi vétségért marasztalták el. A vétség miben létére a politikai bizottság nem ad egyértelmű választ. A végkifejlet felől nézve persze érthetetlennek tűnnek, hogy a Pártörténeti Intézet a forradalom idején elhangzott eredeti Nagy Imre beszédeket publikált volna csupán 2 hónappal Nagy Imre kivégzése után. A kötet azonban a titkárság jóváhagyásával készült. Sem az Agitprop osztály, sem pedig a kiadó nem emelt kifogást ellene. Fel kell tehát tennünk azt a kérdést, hogy miért is akart kihátrálni ebből a politikai bizottság. Az intézetet jól ismerték, tudták, hogy nem képez sem Nagy Imrés, sem más frakciót a pártban, úgyhogy a pártfegyelmi vétség értelmezéséhez rekonstruálnunk kell, hogy miként értelmezte vagy érzékelte a politikai bizottság a dokumentumokat. Szükséges azt is mérlegelnünk, hogy a párttörténetírás hogyan ágyazódott be akkor a párt működésébe. Nos, a párt múltjáról való tudásnak állandó szerepe volt a párt ideológiájának kialakításában. Ugye a párt marxista-leninista eszmerendszere alapvetően 3 komponensből állt, a dialektikus történelmi materializmus, a marxi politikai gazdaságtan és a tudományos szocializmus. De ezek voltak ugye a fő tantárgyak is a pártoktatásban és az ideológiai nevelésben. A párttörténetírás elsősorban a párttagok számára úgynevezett pártpropaganda céljából készült. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyértelmű lett volna a szempontrendszer, ami alapján művelhető, hogy ne lett volna bizonyos szellemi mozgás tér a művelői számára. Pont ellenkezőleg. A pártörténetírás bonyolult történetírói műveletében egyszerre több logikai rendszert kellett összeegyeztetni, történelmi forráskritikát, marxizmus-leninizmus általános elméletét és az aktuális párthatározatokat. Ezek rendszerint egymásnak ellentmondó logikai rendszerként akartak érvényesülni a párttörténet egyes konkrét kérdései felett. Az egyensúlyt a pártörténet kutatói nem állíthatták fel politikai szupervízió nélkül. Az Agitprop bizottság, az ideológiai KB-titkár a legfontosabb kérdésekben pedig a maga a PB járhatott el, határozta meg az irányt. A tét ugyanis az volt, hogy a pártról tudományos megállapítás kerül a párt nyilvánosságába. Ez elindíthatott ideológiai vitákat, amelyek rekonstruálják a párt állásfoglalását is, így visszahatnak a párt vezetőire. Nem volt tehát annyira súlyos önmagában az, hogy egy pártörténeti intézet kiadványa ügyében a PB is illetékessé vált, lévén, hogy súlyos politikai kérdésekhez is hozzászólhatott a pártörténetírás. Alapjáraton az intézményes cenzúra visszatartotta a rizikós vállalkozásokat, tehát a PB-vel való konfrontáció kockázatát. 56 után azonban nagy volt a nyomás, hogy növeljék az ellenforradalmi narratíva hatékonyságát, így felvállaltak kísérleti propaganda anyagok előállítását is. Az ellenforradalmi dokumentum kötet körül kialakult konfliktus fő problémája a kötet műfaja volt. Kérdés, hogy egy dokumentum gyűjtemény hogyan is lesz párttörténeti munka. Abból indulnék ki, nagyon röviden, hogy a sztálini párttörténet adta az 50-es évek végi magyar párttörténet alap és vita kereteit. Sztálin ugyanis semmire sem tartotta a levéltári patkányokat, a levéltártörténésznek az archetípusát. Egyetlen reprezentatív narratíva létrehozásán fáradozott, volt fontos számára, és ehhez nem volt szükség a dokumentumokra. Ennek megfelelően az általa személyesen is megmunkált, majd hatalmas nemzetközi karriert befutó krátki kurz, tehát a rövid kurzus, egy meglehetősen absztrakt munka volt, hogy lett. Ezzel szemben a desztalinizáció idején a levéltári dokumentumok előkerültek, vagy kerültek előtérbe, és érvényre jutott az a felfogás, hogy a párttörténet tudományosságának mégiscsak a dokumentumok felhasználása a fokmérője. Hivatásosnak mondható párttörténészek, úgyis mint Györfi Sándor például, úgy vélekedtek, hogy a dokumentumokból fakadó tényszerűség fogja helyreállítani a párttörténet igazságtartalmát. Azonban a dokumentumok felhasználásának módja nem volt magától értetődő. A 20. kongresszus után a területen dolgozók azzal a kapcsolatos dilemmái azt mutatják, hogy eljött a párttörténetírás ideje. Innentől fogva az ellenforradalmi dokumentumok ügyéig bezárólag a párttörténet a párt újjáépítésének fontos eszköze lett. Az újjáépítésnek különösen a magyar pártnak kellett módszeresen hozzálátni, miután a párt az egymásra halmozódó válságok következtében gyakorlatilag traumatizáltá vált. Miként azt az ellenforradalmi kötet betiltása mutatja, ez nem csak szerkezeti kérdés volt, hanem ténylegesen az apparátust elkötelezettségéről kellett biztosítania. Első feltétele az volt, hogy az ellenforradalom első tézisei megszülessenek, lényegében 56. decemberében már, természetesen jóval korábban születtek meg, mint hogy a párttörténetírás hozzáláthatott volna hivatásának megfelelő elemző munkához. Az
általa felvetett probléma volumenét mutatja, hogy a kötetet kivizsgáló bizottság tagjainak Nemes Dezsőt, Acél Györgyöt, Szirmai Istvánt és Biszku Bélát jelölték. Mi volt tehát a dokumentumok nyilvánosságtól való elzárásának általuk képviselt logikája? Acél fogalmazott a legkonkrétabban. Nincs az az előtanulmány, amellyel a dokumentumok tartalmát át lehetne fordítani az 56-os eseményeknek abba az objektív értelmezésébe, amit az MSZMP megállapított. A pártvezetőknek közös volt a félelme. Az ellenforradalom nyilvánosságából megidézett szövegek olyan erővel tükrözik az 56. október-novemberi napok tapasztalati valóságát, amivel szemben az ellenforradalmi narratíva, mint absztrakt elméleti konstrukció, valószerűsége alul marad. Az eredeti szövegek ugyanis nem csak hogy rendelkeztek egymás kontextusával, egy sajátos logikai renddel arról, hogy mi a valóság, de ezen túlmenően emlékeket idéznek fel. A párt pedig eredetően tagadta azt, hogy személyes élmények felől meg lehet érteni, hogy ami történt, az ellenforradalom volt. Az 56 utáni párthatározatok azt ismételgették, hogy az emberek meg voltak tévesztve, tehát, hogy amit átéltek, az tulajdonképpen nem valós. Egy teljesen más természetű folyamatnak voltak a részesei, mint amit hittek. Azt állították a pártvezetők, hogy a valóságot egyedül az MSZMP képes rekonstruálni, mert az ellenség, és legfőképpen Nagy Imre, leplezte valódi szándékait, manipulálta a társadalmat, összezavarta még a pártvezetést is, olyanokat is, mint Kádár maga. Most 58-ban a PB is pontosan tudta, miként a párttörténészek, mivel mindannyiuknak a párt volt a közege, hogy a párttagok elakadnak, amikor a saját tapasztalatukba vetett meggyőződésükről kell lemondaniuk a pártért. Szabó Éva, aki ennek a dokumentum kötetnek a szerkesztője volt, hihette, hogy a dokumentumok jó szolgálatot tehetnek a pártnak, mert éppen a személyes tapasztalatok kritikáját lehet rajtuk gyakorolni, a pártvezetés álláspontját elhintve. A PB azonban ennek a gyakorlati hasznát nem akarta megérteni. Lényegében csak 56 megismétlődésének vagy ismétlődésének félelmén keresztül tudta ennek a kötetnek az anyagát nézni. Szerintük a szövegek annyira jól leplezik az ellenforradalmat, tehát annyira hatékonyan mutatják be egy azóta leleplezett valóságot, hogy alkalmasnak tartották őket arra, hogy a pártban újra előidézenek egy eszmei képzavart, akár csak 2 évvel ezelőtt. Nos, azt mondhatnánk, hogy ez egy ilyen helyzet, amikor nem jelentetik meg a kötetet, mert egy esetleges nyilvános vitában tulajdonképpen az lett volna a probléma, hogy nem lettek volna egyenértékű eszközeik a cáfolathoz. Tehát például olyan dokumentumok, amelyek az árulást leleplezték volna. De még mindig itt a kérdés, hogy a publikálás felvetése miért is vezetett pártfegyelmihez. Most azért, mert a pártvezetés tekintélyét a dokumentumok ebben a párton belüli intézményközi vitában is kikezdték. Egyeseket a PB-ből elöntött a méreg azért, hogy a dokumentumok visszahozzák a szubjektív élményeik valószerűségét, az eseményekben szerepük nyomasztó személyes tapasztalataikat újra átélni kényszerültek. Marosán például a párt újraalakulás válságos óráit emlegeti. Münich Ferenc pedig egyenesen azt veti a szemükre, hogy jó, hogy nem azt akarták megírni, mikor ő és Kádár a kormány nevében Moszkvában tárgyalt. Pártörténészeknek ezeket ugye nem kellett magyarázni, ismerték a történetnek ezt az oldalát is. A pártvezetők az emlékek felidézésével azonban bevallották, hogy a szubjektív tapasztalat is része 56 valóságának, de ennek elbeszélése politikai okokból nem vállalható. Ki is mondja egyébként Apró Antal, idézem, minden áron igazságra törekvés a mi országpolitikánkat súlyosan sértette. Vádaskodással rontottak a pártörténészeknek, hogy a tudománynak akartak megfelelni a politika érdekeivel szemben. Nem volt más autoritás, csak a tudomány, amely képes volt számon kérni a legtöbb politikai autoritást, a pártvezetést. Jelen esetben ez egy pártörténeti tudomány volt, amely pusztán azzal, hogy hű maradt a dokumentumokhoz, a szembesítés erejével tárta fel a valóságot. A pártvezetők viszont meg akarták leckésztetni őket, ezért a hivatásbeli teljesítményért. A párt saját logikája szerint pártszerűtlenséget állapítottak meg, amit a PB-nek úgymond a kioktatásával követtek el. A kötetet emlékezetessé akarták tenni a számukra, hogy ezt a tudományos felsőbbséget pedig ne próbálják éreztetni velünk. Az ellenforradalmi dokumentum kötet ügye után a legfelsőbb pártvezetés egyedül Nemes Dezső kivételével lényegében úgy csinált, mint megfeledkezett volna az intézetről, és amikor itt volt korábban novemberben egy konferencia a Veszlin a tudományos körkép, és ott Kumbéla, illetve a Borsányi féle Kumbéla ügyről beszéltem, tehát igazából a 70-es évek végén a Kumbéla életút feldolgozásával a pártörténetírás önmagát meghaladva teljesítette a tudományokra kiszabott programot, a
pártvezetés bizonyos értelemben újra játszotta ezt az 58-as történetet, újra diszkreditálta a funkciójában jól teljesítő intézetet, de erről már, aki esetleg itt volt, az már hallhatott. Na, ezután a kis hosszúra nyúlt esettanulmány után, amit azért remélem nem volt teljesen érdektelen hallgatóságnak, áttérnék az előadásom második részére, az Origóból kibontható narratívák rövid ismertetésére. Ugye a másik ilyen kiemelt rész az Molnár János. Ugye Molnár Jánosról tudni kell, hogy szintén a Pártörténeti Intézet oszlopos tagja, igazgató helyettese és rövid ideig igazgatója is volt, Nemes Dezsőt váltva. Írta meg először gyakorlatilag a Polgári Magyarázatok Bírálata alcímmel az Ellenforradalom Magyarországon 56 című monográfiáját. A kiadás előtt Pak Zsigmond Pálnak adták át lektorálásra ezt az anyagot. Először tett kísérletet arra, hogy ezt az október 23 és november 4-e közötti eseményeket tudományos igénnyel feldolgozza. A publikálatlan dokumentumokat, bírósági jegyzőkönyveket, BM-aktákat, visszaemlékezéseket használt az írásához, ezért könyve még a marxista-leninista szemlélete ellenére is nagyon informatív. Általános összefoglaló művek, nem fogok részletesen beszélni, csak néhányat kiemelve. Ugye a Hollós-Lajtai könyvek a kádárista hivatalos verziót közvetítették a korabeli Magyarországon. Elég sok munkát fektettek bele, Hollós Ervin ugye 56 után a belügyminisztérium egyik vezetője, aki a forradalomban részt vett személyek, csoportok, szervezetek bemutatására vállalkozik bírósági peranyagok alapján, de egy állambiztonsági rendőri szemlélettel. Nagyon sok tényanyag van a könyvekben, vannak igazságelemek is benne, de a könyv természetesen erősen tendenciózus és rendkívül egyoldalú. Berecz János könyve szintén ebbe a sorba ír. A Kádár korszakban több kiadást is megjelent könyvben a Magyar 56 megmaradt kívülről inspirált rendszer elleni lázadásnak az ő olvasata szerint. Ugye megjelent 69-ben és 81-ben is javított, bővített kiadást ért meg. Erről van szó. Az mennyi? Akkor nem olvasom föl. Két napja voltam Berecz Jánosnál, és ezt a könyvet is elvittem, és a következőt, akkor ezt még gáj jellegű. Békádár Zsuzsanna történésznek, ezt írta bele a dedikációba, ezt a könyvet ajánlom, ami nekem már csak nosztalgia. Na most, mikor rákérdeztem, hogy azon kívül, hogy neki már csak nosztalgia, mi az, ami elvállalható még ebből, azt mondta, hogy 80%-a vállalható, kivéve amit Nagy Imre csoportról és az értelmiségről írt. Most ezen átfutunk, hogy mi nem került a vizsgálódásba. Igen. Igen. A 90-es években megjelent 56-ról szóló történeti munkák elemzése önmagában is önálló monográfiát érdemelne, nem csak a témában megjelent könyvek és tanulmányok hatalmas száma, hanem az azokban szereplő megközelítések sokszínűsége, és nem utolsó sorban a történelmi tudat változása miatt is. Talán az is elmondható, hogy a diplomácia történeti megközelítések és beszédmódon belül éppen 56 volt az a terület, ahol a legtöbb eredményt sikerült felmutatni. Az is megállapítható, hogy 56 történetírása 89 után nem változott meg teljesen teljesen. Ennek alapvető oka az volt, hogy a történészek jelentős energiáit kötötte le, hogy számos történeti kérdéssel abban a kontextusban kell foglalkozni, amit még az előbb látott fehér könyvek által megalapozott kádárista hivatalos, illetve az úgynevezett emigrációs vagy szamizdat történetírás generált. Bár a források kétségkívül különbözőek voltak, az írott forrásokhoz hozzá nem férés miatt az emigráns, illetve szamizdat szerzők többnyire szóbeli visszaemlékezésre kell építhettek. Hát így jött aztán létre Magyarországon 85-ben az Oral History Archivum is hivatalosan. Viszont mindkét irányzat normatív kontextusban ábrázolta 56 történetét, és ez komoly hatással van máig a történetírásra is. Hát 56, mint identitást képző tényező, ezt ma is láthatjuk, hogy azok nehezen viselték 56 vizsgálati tárgyát ételét, akik több szállal kötődtek hozzá, tehát személyes múltjukat 56 fényében konstruálták meg.
Ugye elsősorban politikatörténeti feltárást, megközelítést látunk, a társadalmat csak ebbe a munkásparaszt értelmiség hárvésztatú vetületben ábrázolták. Talán egy kivétel, ahol a társadalomtörténeti modell adaptációjára tett egy óvatos kísérletet Kövér György a Losonczi Gézáról írott monográfiájában. De ezt mind a mai napig a történészek részéről nem követte semmiféle reflexió. Igen, most ugrok egy kicsit. Hát 56 úgy tűnik nem a konszenzus terepe lett, hova tovább egy legkisebb közös többszörös is elveszni látszik napjainkban, tudnunk a szabadság értelmezés, hanem inkább az emlékezett politika csatatere. Erről a majd két hétről ugye könyvtárnyi irodalom született, mondhatjuk azt a történészi szakvélekedést, hogy a magyar történelem legjobban feldolgozott eseménysorozata a holokauszt és a trianon kutatások előtt mellett, ahol a levéltári kutatómunka már lassan kimerülőben van. De éppen ezért nem osztom azt a vélekedést, amit nem olyan régen hallottam a Tóth Ilona vitában, novemberben a Fővárosi Levéltárban, Szakolcai Attilától, aki a Tóth Ilona ügyről egy 600 oldalas könyvet jegyez, miszerint, hogy 56-nak a hiteles, aprólékos levéltári szintű feldolgozása csak most kezdődhet igazán a peranyagok alapján. Hát Igen. Tehát itt elég eklatánsan lehet látni a két felfogás képviselőit, most akkor nem térnék ki a Gyáni Gábor féle polgárháborús elméletre, de igazából ez a forradalom és a nemzeti szabadságharc, ez a kettő, amit a ugye számos történészt hadra fogtak a mártírok nevesített számon tartására és rövid életrajzainak megírására. Az 56-osokról szóló szinte minden jelentős történeti biográfia politikai életrajznak tekinthető. A kivégzettek életrajzainak összehasonlításából és az eseménytörténet helyenként percről percre bontott fetesizálásából nőtt ki az a három kötetes adattár, amelyet az 56-os intézet adott ki, 56 kézikönyve címet kapta, és hát ami sokáig szerintem kézikönyvül fog szolgálni. Az úgynevezett kemény adatok analista kigyűjtésének eredménye, hogy az egész magyar történelem legrészletesebb krónikája az 56-os évről szól. Erről ír Horváth Sándor is, a Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója. A rendszerváltás utáni dekádok, ezt a dekádokat a Strajnerem Jánostól vettem, az EGRI konferencián beszélt erről a szemléletről, a dekád szemléletről a történelemben. Ugye az első az azért is van zárójelben, mert nem a rendszerváltás után történt, de az első aktus, amikor az ellenzéki beszélgetés 56-os részvevőkkel, később kádárkori fél illegalitásban tartott beszélgetés, Őrsi István lakásán elkezdődött. Hát 96-ban is akkor itt a dekád szemléletnek megfelelően, 96-ban az Akadémia Nagy Nemzetközi Konferenciája, 2006-ban rengeteg tudományos tanácskozás, ugyanakkor ebben párhuzamosan a Fidesz utcai politizálása, és hát eljutottunk egészen máig, a pesti srácok legenda gyártásáig, és addig a populáris imázsépítésig, amit jelenleg Schmidt Mária és a Terrorháza jelent és jelöl. Talán még annyit, hogy ezeken a normatív keretben keletkezett 56-os hőskültemények nem találkoztak, mert nem is találkozhattak a forráson nyugvó, többnyire pozitivistának mondható történetírásokkal. Ennek egyik leghangosabb konfliktusa a pesti srácok, illetve pöttömök forradalma jeligével összefoglalható vitában jelenik meg, vagy jelent meg, és abba torkollott, hogy a történetírásban mítoszaikat nem találó emlékezőkre is hivatkozva a politika új intézeteket gründolt. Az Orbán Otto idézet elől is olvasható, de ez a Révés Sándor féle megállapítás, amit nem olyan régen olvastam, ez talán elég eklatáns példája annak, hogy hogyan is fogják föl, hogyan fogja föl a mai magyar értelmiség 56-ot, illetve 56-nak a narratíváját és mítoszgyártásait, és akkor meg is köszönném a figyelmet. Köszönjük az előadást, és akkor...
tessék parancsolni. Kérdés megjegyzés, hogy abban biztos, hogy igazad van, hogy a magyarországi eseménytörténet vonatkozásában itt már a nyilván a, hogy mondjam, a leglényegtelenebb, tehát egyre megyünk nyilván a egyre lényegtelenebb momentumok felé, hogyha már újabb és újabb adatokat tárunk föl, amiben nem vagyok biztos, hogy a például a társadalomtörténeti jellegű feltárások ki lennének merítve. Épp a napokban ugye kérdeztem azt Örsi Lászlótól, hogy azon a bizonyos KSH jelentésen kívül, ami aztán ugye 1990-ben vagy 91-ben jelent meg, ez egy korabeli KSH jelentés, adott időszakban elhalt személyek összetétele tekintve, hogy van-e ennél részletesebb, vagy ennél alaposabb szociológiai elemzés, akár a bebörtönzettekről, akár a felkelőkről, akár bárkiről. És az Örsi Laci azt mondta, hogy a parancsnokokról van. Tehát, hogy egy tömeges elemzés, tehát az a fajta tömeges rekonstrukció, amivel ugye tudjuk, hogy a ugye Magyarország irathelyzet az olyan, hogy csak pénzkérdés, hogy bármely személynek ugye a szociológiai hátterét 50 évvel korábbi iskolai anyakönyvekből vagy bárkiből föl lehet mérni. Most ugye itt van a, ugye a Schmidt-Máriának a teljesen fölösleges 1 milliárd forintja. Hát ebből nyilván középiskolai anyakönyveket lehetne begépelni a elmúlt, vagy általános iskolai anyakönyveket, elemi iskolai anyakönyveket 45 utánról. Na most hát ebben az irányban, mintha nem lenne egy ilyen jelentős előretörés, mert mondom, mind a mai napig maga az 1957. januári statisztikai adatok a legjobbak. A másik, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a nemzetközi kontextusokban nem nincsen még jelentős tartalék. Abban az értelemben, hogy ugye van egy olyan értelmezés, ami nem tudom, hogy mennyire igaz, hogy magának az egész Nagy Imre pernek a végső oka, mármint annak, hogy viszonylag későn, stb. Lett egy Nagy Imre per, annak a végső oka a szovjet-kínai viszony megváltozása. Vagy a szovjetek megfelelési igénye a kínaiaknak. Tehát magyarán itt van két ilyen többé-kevésbé totalitárius ország, mint Oroszország és Kína, akinek a levéltáraiban még azért lehetnek alapvető információk. Jó, akkor mind a kettőre röviden. Tehát az első felvetést illeti, én úgy tudom, hogy szisztematikusan készül. Ugye a Örsi Lacit említetted, ő ugye azzal foglalkozik, hogy Budapest összes felkelő csoportját, kerületét végig elemzi, most már csinálja ezt 20-akárhány éve, de még nem ért a végére. Tehát Budapest még nincs, vannak még fehér foltok, nincs még teljesen feltérképezve. Egy dolog megjelent, amilyen társadalomtörténeti elemzés, és az is csak így a felkelő parancsnokokkal kapcsolatban, Szegő Ivánnal írták együtt, tehát az meg is jelent, az elolvasható, de majd a nagy elemzés várat magára, amikor ezt a teljes Budapest képet megkapja. Ő legalábbis ezt tőle tudom, hogy készül egy ilyenre, és a Szegő Ivánnal ők, aki ugye szociológiai szempontból nagyon ügyes és jó ismeretei vannak, tehát ők ketten tudnak ebben a dologban előre jutni. 15 ezer emberről van szó, azt mondja Laci. Na hát akkor te többet tudsz, mint én. 15 ezer, tehát arról már van egy becslés, hogy 15 ezeren vettek részt a budapesti fegyveres harcokban. Tehát ezt a
És amit Mária forrásaiból pillanatok alatt rekonstruálni lehet ezeket az embereknek mint tudjuk, vallását a, tudjuk a jelenleg, nagyszüleinek nevét is. Jó, jelenleg a Rainer M. János Füle intézmény már nem is így, hogy 56-os kutatóintézet, hanem az OSK-ba beledarabolva, belepasszírozva, nem ugyanazokkal a forrásokkal rendelkezik, mint a másik oldal, tehát itt akkor van egy ilyen probléma. Ami meg a nemzetközi részt illeti, ott ugye igen, arra utaltam, hogy a legtöbb érdekesség pont a diplomácia történetben jött elő, vagy legalábbis számomra, tehát ezért ez egy kicsit saját interpretáció volt, nem? Tehát én úgy gondolom, hogy ebben történt már korábban is nagyon sok előrelépés, akár Borhi László műveire is gondolom, de ami meg azóta jött, az ugye az egészen friss a Nagy Andrásnak a kutatása, ami az ENSZ-szel kapcsolatos kutatás, és ennek az anyaga került be most a... hova került? A CEU-ba, Közép-Európa Egyetemre, és hát először a Nagy András fogja valószínűleg feldolgozni ennek a részleteit, hogy akkor ő mikor végez, azt nem tudom. Az egyéb levéltárak lehetőségei, hát ugye a moszkvai vagy a szovjet levéltárakhoz, rossz levéltárakhoz nem nagyon tudunk hozzáférni, mert az mindig az éppen aktuális kutatási helyzettől, politikai helyzettől és lehetőségektől függ. Hát a kínaiakkal meg hát az a teljes fehér volt. Hát amennyiben tükröződik, gondolom, az orosz iratokban, de majd, ha valamikor az orosz iratok előkerülnek, akkor jobb dolgunk lesz. De azzal zárom, amivel nyitottam, hogy én nem vagyok 56 szakértő, tehát egy más típusú rárepülést gondoltam itt, és ez ennek a Pártörténeti Intézet történetnek köszönhető. Nem tudom, én meg azt kérdezem, hogy volt egy olyan megállapítás, hogy 56 nem lett az egységes említkezés, tehát egyáltalán nem képzelhető valami komoly történelmi esemény, amit ilyen egységesen ítélne meg a tudomány, a közvélemény, a pártok. Hát azért a rendszerváltás után azért volt egyfajta konszenzus abban, hogy mi az, ami közös lehet az ünneplésnél, arra utaltam, hogy maga az, hogy ugye ez az orosz birodalomtól való függetlenség, tehát a szabadság, mint fogalom, köré lehetett volna építeni egy méltó 56-os megemlékezés, de talán Litván György mondta még annak idején, amikor az 56-os intézet igazgatója volt, hogy ugye rengetegféle 56 van, 56-ban is rengetegféle 56 volt, tehát azokat a közös dolgokat megtalálni, talán ebben vagy e körül lehetne. Kérdezem, hogy lehetséges. Valószínűleg. Meg volt rá a... Általában is, nem csak 56-ról, mondjuk a második világháborúról. Meg volt hozzá a pillanat, sőt, még hosszabb, egy elnyújtott pillanat volt szerintem 89-től, csak hát nem éltünk vele, most nem én éltem vele, hanem a politika szedte ezt szét. És hát tartunk itt most, hogy Dózsa Lászlókkal kell nyívódnunk meg a plakátokon. Bocsánat, Péter, a kérdésed arra vonatkozott, hogy egy ilyen mértékben, hogy mondjam, történelem felől determinált nemzeti tudatban, mint amilyen a magyar, per definíció nem, mindig minden történelmi eseményt azt valamilyen jelenkor történeti vagy jelen kontextusban önazonosításra használ mindkét oldal? Vagy mindegyik oldal? Tehát egy definíció szerűen nem is lehet olyan esemény, ami... De biztos például a lisszaboni fölrengésről viszonylag egységes véleményt lehet kialakítani. Bárhogy ha azt veszük, hogy az Isten akarta, vagy nem, igen, az igen. Már bonyolult. Akkor csak másokat is. Készül, nem biztos, hogy az. Hogy volt? Azt mondom. Na, de egyébként hát forradalmakról, társadalmi változásokról szerintem egységes vélemény nem tud kialakulni. Legfeljebb akkor, ha már nagyon sok nemzetét halt meg. Tehát akkor már a Mohácsi vész viszonylag
eltelik 900 év, és a Mohácsi Bécs viszonylag egyszerűen konszenzusosan megítélhető, kivéve persze a szakemberek körét, akik a részletekkel is ismerősek, de mondjuk a közvélemény, az a ami azt írta, hogy nekünk Mohács kell, ugye? Igen. Ő szerinte kell. Jó, az ő kell, a rossz, de attól, hogy nagyjából mi történt, az, az azért... Nem, mert abban ugye mindig, abban mindig vita lesz, ugye, hogy hogy úgy mondjam, a saját felelősség, meg tehát az a dolog, hogy mennyire van, tehát mennyire szabad valami, tehát az, hogy valami ügyetlenség következtében vesztették el a Mohácsi csatát, mert valaki jobbra lépett, vagy balra lépett, miközben a másik. Igen, tehát egy ilyen izé, tehát egy ilyen összeesküvés narratíva. 40 ember. Igen, jó, oké. De van ugye mindig a másik narratíva, ami azt mondja, hogy van egy világbirodalom, amelyik erre jön. Na és akkor ugye előbb-utóbb ugye a világbirodalmak azok ugyebár győzni szoktak a kevésbé világbirodalmakkal szemben. Tehát ilyen értelemben ez a Longdúri ügy és a hétköznapi magyarázat, tehát a technikát kereső magyarázat és a technikai részleteket kereső magyarázat, és de ugyanez 56-ra is igaz. Tehát egy 56 ügyet, ezt ilyen végső soron, mint tudjuk, alapvetően végső soron azt döntötte el, hogy föl volt osztva a világ keletre és nyugatra. Milliónyi részlet van, de végül is gondolom ez döntötte el. Most ez az, amit nyilván nagyon nehéz így kortársként átélni, hogy a dologot eleve megette a fene az egészet. Tehát, hogy teljesen, stb. Nincs egy ilyen eleme is ennek a történetnek? Ilyen kortársak már akkor is így gondolták tömegesen, tehát ebben nem hogy nehéz átélni, hanem az ország többsége szerintem így gondolta, valószínűleg. Hát láttuk az irodalmokat, szóval. Hát az egyvernyősöket, igen, ez tényleg, de... Ezeket most is várjuk. Én ezeket most is várom, és most is hiába, tehát most, igen. Igen, utána oda kapcsolódnék, hogy amit ugye ön mondtatok, hogy egy nagyon részletesen leírt, már messze menően kibogozott történet. Na most azt hiszem, hogy társadalomtörténetileg ez egyáltalán nincs így. Mert a társadalomtörténetileg nem csak arról van szó, hogy a 15 ezer felkelés mit csinált, hanem az, hogy a többiek mit csináltak, és hogy érték az egészet át. Na most ebben az átélésben azért számba kell venni a volt kommunista, a valódi kommunista közvéleménynek a magatartását és élményét. És hát számba kell venni egy csomó olyan dolgot, ami egyébként mostanában jönnek nagyon érdekes kutatások. Hát például Sandecki Évának a kutatásai, ami azt mutatják, hogy vidéken azért erősebb volt ez az antiszemita felhangolás, ami ugye számomra nem meglepő, mert hát 10 évvel a holokauszt után, hogy a helyi fasiszta közül, vagy fasiszta hatás alatt lévő közvéleményben ezek nem épültek újjá néhány órán, napon belül ez a lehetőség, hogy most megint le lehet számolni a zsidókkal, ez egyáltalán nem meglepő. De ezekre a kutatások, látom, hogy már vannak, de most kezdődnek igazából, és arra viszont nagyon kevés kutatást láttam, élménybe számoló igen, hogy a nem résztvevők azok hogyan érték az egészet át. Passzívan, aktívan, reménykedve, kétségbeesve. Szóval múlt héten ebédeltem egy olyan történésszel, igen kiváló történésszel, aki hát 56-ot, mint egy újabb, hát 44-et érte át. Szóval, hogy megint előjönnek ezek a 44-es. Tehát, mint a fasiszta lehetőség újra gondolását, újra való megvalósítását. Tehát itten ennek, tehát ez a társadalmi történeti élménydimenzió, ez egyáltalán tudtom, erre memoárok vannak, de igazi kutatások. Tehát itt óriási kutatási lehetőségek vannak, csak hát más módszerekkel ugye, mint a... Szerintem itt arról van szó, hogy minden forradalmat politika történetnek tekintenek, és mint úgy is szűnt. Tehát a mögött ott van a társadalom, és ezt nagyon láttam én,
a 89-es bukaresti események alatt, ami hát az is úgy nézett ki, mint hogy a forradalom lenne. Tehát azt, amit mikor, hogy egyesek ezt csinálják, és másik vidik el ezt, hogy hát én szegyűjtöttem egy hatalmas interjú anyagot a forradalomról, meg is jelent románul, hát abból, hogy mondjam, az ember azt gondolná, hogy számtalan Románia volt. Nem csak az a 89-es mozgalom. Egyébként nekem az az érdekes, mert a 56-tól nem foglalkoztam, mert hát nem vagyok ebben. De tapasztalatom egészen más a párttörténet, mint intézményről, Bukarestben, mint itt. Hát a szó sem volt tudományról. Hát meg ki is rúgták volna onnan az illetőt, hogy a tudománnyal foglalkozik. Az egy intézmény volt, ami napra kép szöveget gyártott Hűvös Harommal. És éppen ezért volt egy érdekes élményem, megnéztem, hogy a Román Kommunista Pártnak 10 évente hányszor írták át a történetét. Azt 1921-ben mondják, hogy akkor csatlakozott a Szociáldemokrata Párt egy része a Moszkvához, és akkor ezt minden 51, 61, 71-ben megjelent egy kis könyvecske. Összesen lehet, hogy egészen más figurák vannak, más események. Nem úgy az a pártról lenne szó. De hát ez óriási különbség van, úgyhogy lehetne készíteni egy összehasonlító vizsgálatot kelet-európait, hogy hogyan viszonyultak a különböző pártok saját történetükhöz. Ez elképesztő. De azért annyit hozzátennék, hogy a Magyar Párttörténeti Intézetnek is voltak olyan időszakai, nem is kevés ilyen viszonylag hosszan, amikor megrendelést teljesített, és ez egy folyamatos megrendelés volt a párttól, különböző ott elkészült műveknek a nyomorát. Éppen azzal foglalkozom, hogy azt elemzem, hogy hogyan nézett ki ennek az intézetnek a historiográfiája, mert Magyarországon azért nem teljesen egységes a kép ezzel kapcsolatban, hogy mit nevezünk történeti munkának, vagy történeti értéknek, ami abban az időszakban született, mert én nem dobnám ki a teljeset, de az tény, hogy nagyon sok megrendeléssel készített. Politika-történetintézetre nem megy át, ugye? Nem megyek át, mert 89 után azért nem csak rendszerváltás volt, hanem sok minden más is. Az csak egy kitekintés lesz, és nem is, tehát a Földes Györgynek az íráját már nem érintem ebből a szempontból. Viszont amit még Karádi Viktornak szerettem volna mondani, és azt csak megerősíteni, hogy a felszínt kapargatjuk, hogy Sladeszky Éva valóban ugye valamennyit erről az antiszemitizmus 56 és az antiszemitizmus ügyről publikált és kutatott, de hogy mennyire elválik ez, hogy Budapest ebből a szempontból nem volt ennyire érintett, legalábbis most nem az oral history szintjén, mert azért el tudják mondani X meg Z, hogy az ő házmesterük hogyan és mint szólt be nekik mondjuk abban az időszakban, de hogy ugyanazt, amit vidéken megtapasztaltak az emberek nagyobb tömegben, ezt Budapesten nem tapasztalták meg. Aztán lehet, hogy az idő rövidsége miatt nem, mert kicsit hosszabb ideig tart a forradalom, akkor előjönnek ezek is, vagy nem jönnek elő, nem tudom ezt. Tapasztaltak, tehát a legalább öt emberrel beszéltem, aki emlékszik a Icig most nem viszik a Auschwitzig. Jó, ilyeneket, igen. Tessen? Még anekdózát elmondhatok román-magyar politikai kapcsolatok? Igen. A fordító mesélte nekem, hogy a
Botali Pártoroktól a Pártakadémia igazgatója eljött Magyarországra, az Kolában, Reutatóról van szó, ő volt a párt ideológusa, hosszú éveken át, legalább 20 éven át, ami óriási volt. És találkozott Nemes Dezsővel. Fordult, még a szerint ott volt, mondta, hogy hát Reutatóeltárs, sok mindent megértünk, meg kell írnunk az emlékirataikat. Reutató azt mondta, hát tényleg Nemes eltárs, én sok mindent megértünk, éppen nem kell megérjünk az emlékiratunkat, örüljünk, hogy érjünk. És ezután a fordított kitették a szobából, és elkezdtek románul, illetve oroszul beszélni, mert nyilván nem tudott egyik sem másik nyelvét, de ez a... És így... azt hiszem, hogy valamire, valahol jellemző ez a dolog. Egy megjegyzés. Azért az önmagában elég fantasztikus, hogy közvetlen 56 után megjelent egy könyv, belép pártörténészek, akik nyilván azelőtt is ott voltak meg azután is, szerkesztésében, amely a, ugye a párt hivatalos felső vonala azonnal betiltatott. Mert ez azt jelenti, hogy maga a forradalom is olyan hatású volt ebben a pártgrémiumban, hogy egyszerre úgy gondolták, hogy akkor most komoly tudományt kell csinálni, tehát dokumentumokat lehet tenni az asztalra, és azokat elemezni. Úgyhogy ez önmagában egy olyan elmozdulást jelentett a pártörténet írásban, még hogyha kudarcot is vallott, hogy azért figyelembe méltó. Nem csak ez. A 58-57 az elég furcsa időszak volt, mert volt egy, a könyvkiadásban volt egy liberális hullám, egy rövid ideig tartó liberális hullám, kiadták Freudnak a mindennapi pszichopatológiáját, József Jolán könyvét József Attiláról, tehát nem a város termét, hanem ezt a könyvét, kiadták Rejtő Jenő regényeit, először akkor adták ki. A József Attila 1958-as kritikai kiadásának a keretében jelent meg, olyan személyekkel, akik már emigrációban voltak, azokat idézték benne, Szabolcs csinált ezt egyébként, és az emlékkönyv, amelyik 57-ben készült el, a Kossuth kiadónál megjelent, és a Marosán azt mondta, hogy hazugságok vannak benne, mert József Attila nem zárták ki a párból, és ezért nem zúzták be a kötetet, hanem zárt anyaggá tették, hát lényegében nem lehet hozzáférni. 57-58-ban volt, utána jön megint egy kemény időszak. Szóval valószínűleg ez a pártörténeti intézeti publikáció is ennek a viszonylag liberális, rövid ideig tartó hullámnak, a, amit érdemesen kijelenteni, hogy miért volt, vagy hogy történt ez. Nem tudom, hogy rövid-e az idő. Tudnék, ha megnézitek, ez a Molnár János féle könyv, amit én életemben mondjuk 1981-ben olvastam először, nekem tátva maradt a szám, én azt hittem, hogy nyomtatási hiba, hogy 1965-ben jelent meg Budapesten. Mert hogy tele volt azoknak a nyugati emlékiratokból vett, meg nyugati tanulmányokból vett szövegeknek pontos beidézésével, miközben a, hogy mondjam, a, úgymond a hivatalos történet, az a Berec féle egyetlen lábjegyzet nélküli ellenforradalom tollal és fegyverrel volt, és közben akkor már 65 óta létezett ez a Molnár János féle könyv. Tehát itt nem egyszerűen időszakok vannak, hanem párhuzamos történetek. Vagy mondjuk az, hogy van a Vas Henrik féle ugye szürke sorozat. Az a MSZNP határozatai és dokumentumai sorozat, amelynek az 56-62-es kötete, mit tudom én, az is valamikor a 70-es években jelenhetett meg, tömintelen olyan forrást publikáltak, amelyeket a világ nagy részén nem lehetett volna publikálni, mert nem telt el a 25 év.
És ha összehasonlítotok egymással, tehát ugyanannak a kiadványnak több kötetét, akkor a Bolsevik mindig újabb és újabb anyagokat belecsempészett a második-harmadik kiadásába ennek a szürke sorozatnak. Azért használható ma is. Ezért használható ma is, igen. Tehát nyilvánvaló, hogy itt azért van, itt egy párhuzamos történet zajlik, ami nem egyszerűen az van, mert mondjuk van egy olyan látványos történet, hogy a bizonyos emberek ugye liberalizációs vágytól áthatva átmennek a pártörténetiből a történettudományba. Ez ugye egy ilyen ismert folyamat, ez a Hajdutiból, Sipos Péter, stb. De közben van egy másik történet, ami belül a pártörténeti intézetben zajlik, hogy ott vannak ilyen komolyabb emberek, mint a Borsányi, meg a maga Vas Henrik, meg egyebek, akik folyamatosan publikálnak olyan dolgokat, amelyek... Tehát biztos, hogy van ez a dolog, hogy van egy ilyen átmeneti liberalizáció 57-58-ban, de az, hogy 65-ben megjelenhet a Molnár János könyv, ez meg a legsötétebb 70-es években a ellenreform idején megjelenhetnek a tanulmánykötetek. De rés van a falon, tehát nem működik rendesen a pártállam, mint diktatúra gépezet. Amúgy rés, hanem az, hogy ezért megengedett. A kérdés az, hogy hány példányszámban engedték meg? Tízszer annyiban, amire most megjelennek szakkönyvek. Az akkori, hogy hívják? Nem is kell több, szerintem. Valami 100 példányban megjelenik, az nagyjából elég. Camus az 56-ról való nyilatkozatai miatt a magyar népköztársaság ellenségének számított, és a halál után 61-62-ben rögtön megjelent a étranger, hogy van magyar fordításban? Közön. Másodszor jelent meg, a 47-ben az egyszer megjelent, de akkor 62-ben, tehát a nemzet ellenséggel, tehát és mégis publikálták, tehát fura dolgok valóban ellentmondásos. Mondjuk a Gia úr X-ben az mikor jelent meg? Hát azt ugye a börtönbe jut a déli, szerintem az is a 60. Nem tudom, óra szerint, vagy én szerint, de közben volt a konszolidáció, nem felejtsük el, 62-ben, vagy mikor meg volt a konszolidáció, és akkor megváltozott a politikai szélnyomás, tehát akkor olyan dolgok megjelenhettek már. És hát maguka, ugyanakkor viszont a rendszer sikeresen korrumpálta nagyírónkat. Détermén? Tehát mindenki belehet. Ilyes, Németh László, Örkény, Déri, összes, Piliszki, mindegy, kiértelmi. De ugyanakkor viszont megjelenhettek és csinálták a maguk dolgát. Jó, ez az, hogy ez a acélrendszer, mondjuk úgy is lehet röviden mondani, hogy ez egy új rendszer volt azért. Volt a pártvonal, de a pártvonal már nem kellett olyan szigorúan tiszteletbe tartani, mint 50 előtt. Ez egy új rendszer volt, hát nincs más. Mi volt az első szép irodalmi alkotás, ami 56-ban megjelent? Hát a részeges darvastól az volt a hivatal, tehát az volt az Írószövetség elnöke, azt hiszem. Tehát az volt az egyik, tehát meg aztán azért volt a Doboz Imre drámái voltak, tehát ezek először abszolút a hivatalos állásfoglalatot közvetítették. Aztán utána jött a Moldova, aki egy ilyen nehezen, tehát ilyen kétértelműen sötét adja.